A bérházat nagyságos Foglár Lajos úrnak és feleségének megrendelésére tervezte Kauser Gyula 1855-1920 építész. A terveket 1898-ban hagyták jóvá, amelyeken 1899-ben még némileg módosítottak, eszerint a mai 5 emeletes épület még csak 4 emelettel rendelkezett. A ház következő tulajdonosa, Özvegyvágfalvi Kvitner Zsigmondné úrnő kérésére húztak rá a házra még 1 emeletet 1928-ban. A tervező, Kvitner Ervin építészmérnök, Kvitner Zsigmond építész fia is a ház tulajdonosai közé tartozott. Az emelet kivitelezését Fejér és Dános építési vállalkozók végezték. Sajnos a házépítetőjéről, Foglár Lajosról azon kívül, hogy magánzó volt, egyelőre nem sokat tudunk. Kvitner Zsigmond 1859-1918 nevét többen hallották, hiszen neves építész volt, aki az eklektika és szecesszió stílusában alkotott. A legismertebb által a tervezett épület a ma is méltán híres Gresham palota. Kauser Gyula a 20. század elején több monumentális alkotást hagyott maga után, mint például a magyarországi munkások rokkant és nyugdíj intézetének budapesti székházát, vagy az egri irgalmasok kórházát és elmegyógyintézetét. Életéről nem sokat tudunk. Fejér Lajos 1877-ben született. A műegyetemen szerzett építészmérnöki diplomát. Dános Lászlóval, aki 1884-ben látta meg a napvilágot, alapított cége egyike volt az ország legnagyobb építési vállalatainak. Fejér és Dános a budapesti kis lakásépítkezések megindítói közé tartoztak, amely érdemeik alapján 1927-ben kormányfő tanácsossá nevezték ki őket. Vállalatuk több budapesti köz és magánépületet, köztük a budapesti ortodox hitközség Kazinci utcai templomát, továbbá számos vidéki törvényszéki palotát és gyárat épített. A Szent István körút második száma alatt álló épület 5 emeletes magas tetős sarokház, trapéz alaprajzú zárt belső udvarral. A Bérház utcára néző homlokzatainak elrendezése nem egészen szimmetrikus, a körútra néző 7 tengelyes, míg a Pozsonyi útra néző homlokzat 8 tengelyes. Mindkét homlokzat szélső tengelyét enyhe rizalittal hangsúlyozták. A rizalitok mindkét oldalon az V emeleten válnak hangsúlyossá, hiszen egy belső összefüggő erkélyt zárnak közre a hívemeleten ülő széles párkányzattal együtt. Eredetileg emeletenként 6 lakást alakítottak ki a lakóépületben. Sisaktorony és oromzat is szerepel az eredeti homlokzati tervekben, amelyek a megépítést követően egykor a bérházat díszítették, sajnos ezek már nem láthatóak. Az 5. emelet átalakításairól még 1938-ban is nyújtottak be terveket. 1941-ben szükségóvó helyet hoztak létre a házban. Ettől kezdve már csak a lakásokat és az üzlethelyiségeket érintő átalakítások zajlottak le. Az épület meglehetősen jó állapotban van, a belső homlokzatai frissen festettek. A házban lakott 1996 és 2003 között Faludi György író és költő, amelyről a főbejárat melletti márványtábla emlékezteti az arra járókat.